Feladatunk nem csak a megemlékezés, hanem kötelességünk bátran cselekedni is, hogy egy ilyen szörnyűség soha ne ismétlődjön meg. Hangzott el azon az eseményen, amelyen a holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykálóban. Az eseményen mutatták be a Születés a koncentrációs táborban című valós történetet feldolgozó könyvet is. A kiadvány 7 zsidó nő történetét mutatja be, akik 1944. decemberre és 1945. februárja között a borzalmak közepette adtak életet gyermekeiknek, s akik a csodával határos módon mindannyian életben maradtak. A bemutatóra a könyv szerzője, Éva Gruberova is ellátogatott, aki férjével közösen készítette el a történetet bemutató dokumentumfilmet és könyvet. Amikor először hallottam a hét asszony történetéről, emberileg nagyon megrázott. Megérintett a téma, hatott rám, nem tudtam csupán külső szemlélőként tekinteni rá. Mielőtt belekezdtem volna a történet megírásába, először nekem kellett azt lelkileg feldolgozni. Az események feldolgozása tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor az egyik túlélő édesanyja mutatott nekem egy Dachau-ban készített, addig soha nem látott fotót, amelyen 5 zsidó édesanyja és gyermekeik láthatók. Számomra elképzelhetetlen, hogy ilyen szörnyű körülmények között hogyan jöhettek ők a világra, s hogyan élték túl mindezt. Ekkor elkezdtük felkutatni a családokat, emellett pedig dokumentumokat, fényképeket, iratokat gyűjtöttünk, amelyek alátámasztják az elmondottakat. Ezeket egy kiállítás formájában hoztuk nyilvánosságra, amelyet a Dachaui tábor felszabadulásának 65. évfordulójára szerveztünk. Tulajdonképpen így kezdtek el jelentkezni a szemtanúk, így kerültem kapcsolatba a 7 gyermekből 6-tal. A legnagyobb segítség mégis a 2 életben lévő édesanya volt, akik személyes elbeszéléseikkel feltárták a koncentrációs tábor történetének ezt a kevésbé ismert fejezetét. Természetesen ezt nagy arányú kutatómunka is kiegészítette. Így jutottunk például a nagykálói dr. Vadász Ernő szülészorvos nyomára, aki világra segítette ezt a 7 gyermeket. Az előbb már arról beszéltünk, hogy ez egy megrázó történet, de szeretne-e valamit üzenni az olvasóknak ezzel a könyvvel? Azt gondolom, ebben az esetben már az is elég, hogy bemutattuk az igazságot. Nagyon sokat kutattunk, ehhez a munkához pedig nagyon sok segítséget kaptunk. Úgy gondolom, én nem vagyok hivatott arra, hogy ezzel a könyvvel bármit is üzenjek. Én csak a körülményeket, az ismereteket szerettem volna a nyilvánosság elé tárni. Ennek a történetnek megvan a saját maga üzenete. Valóságos csoda, hogy ez a 7 gyermek ilyen körülmények között világra jött és életben maradt, hiszen a haláltáborokban a nácik 1,5 millió gyermek életét oltották ki. Nem szabad megengednünk, hogy még egyszer ilyen megtörténjen. Amint arról Éva Gruberova is beszélt, a történetnek helyi vonatkozása is van, hiszen a gyerekeket egy nagykálói szülészorvos, dr. Vadász Ernő segítette világra. Az orvos az úgynevezett vészkorszakban szinte a teljes családját elveszítette. Miután hazatért a koncentrációs táborból, nyugdíjazásáig járási tiszti orvosként tevékenykedett. Mivel tapasztalta a háború utáni tuberkulózisos problémák sokaságát, ezért az édesapjától örökölt telke felét a városnak adományozta egy tüdőszűrő és gondozóközpont létesítése céljából. Az ő élettörténetét is megismerhették azok az érdeklődők, akik ellátogattak a nagykálói holokauszt megemlékezésre. A legfőbb célom nyilvánvalóan az volt, hogy hozzájáruljak ahhoz, hogy minél több emberi Nagykállóban is, fiatalok és idősebbek is nem csak úgy általában halljanak és szerezzenek információt a holokausztról, hanem konkrétan itt a Nagykállói és környéki történésekkel kapcsolatban is legyenek ismereteik, és igazából holokauszt megemlékezés tavaly is, az idén is az a célom, hogy ne csak megemlékezés legyen, hanem legyenek olyan előadások megfelelő témákban, előadókkal, akik elősegítik ezt, hogy ezek egyfajta felvilágosító munka is folyjon, és elősegítse, hogy az embereknek, ha nincs információja, akkor hozzájusson, és ne tudják őket mindenféle téveszmékkel megzavarni. 2001-től minden évben április 16-án tartják a holokauszt áldozatainak magyarországi emléknapját, hiszen 1944-ben ezen a napon kezdődött meg a magyar zsidóság gettók bezárása. Nagykálóban második alkalommal tartottak ilyen jellegű megemlékezést.